augusztus 24-e és szeptember 5-e között rendezik meg Tokióban a 16. paralimpiai játékokat. Magyarországot 8 sportágban 38 parasportoló képviseli Japánban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Tarjány István, az NVSC kerekesszékes vívója került be a magyar csapatba. Pákei Béla tanítványa optimistán, de konkrét helyezés elérésének kitűzése nélkül utazott el Japánba. A felkészülés nagyon jól sikerült, egy kemény 6-7-es felkészülésen vagyunk túl. Szerencsére sérülésmentesen sikerült felkészülnöm, úgyhogy teljesen jó érzem magam, maximális felkészültséggel utazok majd ki Tokióba. Mind a két fegyver számomban indulok, és ez is óriási lehetőség számomra, és nagyon boldog vagyok ezért is. Ismerem az ellenfeleket, nem tudom, nem szeretnék így előre bocsátkozni ilyen eredményekkel. Maximálisan oda teszem magamat, amit eddig beletettünk energiát és munkát, hogyha ez kijön belőlem ott abban a pillanatban, akkor nagyon boldog és büszke leszek rá, bármilyen eredményt fogok elérni. Konkrét helyezést a mesteredző sem tűzött ki célként, de bízik abban, hogy a jó felkészülést követően jól szerepel majd Tokióban tanítványa. István speciális versenyző, mind a két számot egyforma erősséggel tudja vívni, mind a két számban voltak a kvalifikációs világkupa versenyen nagyon szép eredményei, és azt gondolom, hogy ott a napi forma és szerencse fogja eldönteni, hogy melyik számban végez előrébb, illetve a másikban hátrább, de az is lehet, hogy mind a két számban egyelőre fog végezni. Én nem szoktam előre jósolni, illetve magamban azért vannak tippek, csak ezeket nem nagyon szeretem megosztani senkivel, mert utána számon kérik rajtam, és ugye, mint tudjuk, ez a vívás nem egy olyan sportág, mint például az úszás, hogyha Nyíregyházán a medencében valaki leúszta azt az időt, akkor Tokióban is le fogja tudni körülbelül. Itt a vívás ugye a napi forma, az ellenfélnek a napi formája, a szerencse, akkor a táblán a sorsolás, tehát nagyon sok tényező közben fog játszani ahhoz, hogy fog ez sikerülni. A lényeg az, hogy István mind a két fegyveremben a maximumot hozza ki magából, tegyen megérte mindent, és hogy az aznap mire lesz elég, azt meg fogjuk látni. Pákei Béla nem lesz ott Tokióban, így az internet segítségével tartja a kapcsolatot tanítványával. Tarjány István augusztus 25-én kard egyéniben, 26-án pedig párbajtőr egyéniben méretteti meg magát a paralimpián.